Excellenciás püspökatya, excellenciás nagykövet úr, polgármester urak, államtitkár úr, hölgyeim és uraim! Szent II. János pápa a történelmi szerepéről püspökatya minden lényegeset elmondott, és elmondta, hogy Lengyelország milyen fontos szerepet töltött be az emberiség 20. századi történetében. Engedjék meg, hogy visszautalva a Szent Pápa születésének évére, megemlítsem azt a nem csekély hozzájárulást, amelyet mi magyarok tettünk abban az eszendőben 1920-ban, amikor az első világháború után több évszázados szétszakítottságot követően Piłsudski marssal vezetésével a lengyel nép fegyverrel a kézben kivívta a bolsevik hordákkal szemben a nemzet függetlenségét. Büszkeség nekünk magyaroknak emlékezni arra, hogy ezt a hatalmas katonai diadalt, amelyet nem véletlenül neveznek Visztulai csodának, többek között az a sok tízezernyi lőszerből álló magyar katonai segélyszállítmány tette lehetővé, amely 1920-ban a megtépázott, megvert, meggyötört Trianon küszöbén álló Magyarország segítségeként érkezett a lengyel néphez. Nem szeretnék a pápa művének, életének, hitének méltatásába belemélyedni, hiszen ezt püspök atya oly ragyogóan megtette. Engedjék meg, hogy néhány személyes emléket idézzek fel. 1978. októberében mély megrendüléssel értesültünk valamennyien első János Pál pápa trónra lépését követő egy hónappal bekövetkezett haláláról, és annál nagyobb volt a megrendülés, az öröm, kicsit a zavarodottság és a várakozás, amikor szembesültünk azzal, hogy a történelem során először lengyel pápát választottak egyházunk élére, Karol Wojtyla bíboros úr személyében, akinek első szava úgy hangzott, talán sokan emlékszünk még erre, amikor a meglepetéstől morajló római nép elé lépett a Szent Péter Bazilika híres balkonján: ne féljetek! Én ebben az időben sorkatonai szolgálatomat töltöttem Kalocsán, és csak évtizedek múlva tudtam meg, hogy volt egy másik kiskatona is ebben az időben, aki hasonló megrendüléssel értesült erről a történelmi, akkor már akkor is érezhető volt, hogy történelmi eseményen állunk szemben. Évtizedek múlva tisztáztuk, akkor én már honvédelmi miniszter voltam, az illető kiskatona társ másik laktanyából, pedig Szombathelyi megyés püspök. Ugyanis Veres András jelenlegi győri megyés püspökről és a Magyar Püspöki Konferencia elnökéről van szó. Az első személyes találkozás az 1991. augusztus 19-én történt, hiszen egy voltam a 100 000 közül ott a repülőtéren. Felemelő volt, megrendítő volt, és egy csodálatos, diadalmas nap volt itt a filmbejátszásból. Talán érezhették annak a csodálatos napnak a hangulatát. A 78-as pápává választás és a 91-es szombathelyi látogatás között nagyon sok minden történt, mintha nem csak 13 év, hanem sok-sok évtized telt volna el, hiszen 78-ban még rendíthetetlennek látszott a kommunista világrend, rendíthetetlennek látszott Kelet-Európa, Lengyelország, Magyarország és a többi sorstárs orosz-szovjet katonai megszállása, de mégis ebben a 13 évben nem utolsó sorban, sőt talán főképpen Szent II. János Pál pápa rendíthetetlen munkássága nyomán ez a világrend megbukott. A következő személyes találkozásra 1996-ban került sor, amikor szerencsés voltam és ott lehettem a Szentatya pannonhalmi látogatásán az őt fogadó lelkes tömegben. Az utolsó személyes találkozásunk az talán legmegrendítőbb volt,
2003. márciusában a Szentpéter téren találkoztunk nagyon sok, akár itt jelenlévő szombathelyi zarándokkal együtt, hiszen az akkor már gyengülő egészségi állapotban lévő Szentatya ott és akkor avatta boldoggá Batthyány Stratmann Lászlót. Mi, akik személyesen érintve voltunk az ő karizmája által, igyekeztünk az elmúlt évtizedekben felelősségünket is érvényesítve és azt beteljesítve, annak a csodálatos napnak az emlékét Szombathely városában megörökíteni. Itt, Szent Márton városában, Szent Márton erekjéje előtt imádkozott az a pápa, akiről az elmúlt 10 esztendő alatt egy nagyon szép körutat sikerült elneveznünk Szombathelyen, hála és köszönet a jelenlévő dr. Puskás Tivadar polgármester úrnak ezért. És sikerült a szalézi templom előtt egy egész alakos bronzszoborral tisztelegni a Szentatya emléke előtt. Ez a mostani könyv egy újabb lépés ezen az úton, a tiszteletünk, a szeretetünk, a ragaszkodásunk kifejezésének útján, és nem ígérhetek mást itt ezen a helyen önöknek, hogy amíg módunk lesz, tovább fogunk menni ezen az úton a hűség és a tisztelet és a szeretet útján, és az utánunk következő nemzedéknek talán megfogadhatjuk ezt itt együtt, ugyanezeket az érzéseket át fogjuk adni. Isten éltesse mindnyájukat, köszönöm szépen, hogy eljöttek és meghallgattak.